Hello mindenki! Ebben a videóban bemutatom nektek az aktuális, kedvenc videóvágó szoftveremet, ami egy hobbi videóvágó szoftver, ugyanis nem Adobe Premiere Pro-t, vagy Sony Vegas-t, vagy eh, mik vannak még, DaVinci Resolve és társaikat szoktam használni, hanem mindig valami olyan kis eh, vágó szoftvert, ami úgy nagyjából az én szerény igényeimet kielégíti mármint vágás terén aztán kész, és nem kerül sokba. Erről fog szólni ez a videó, abból az apropóból, hogy a kedvencem, azt a címből már tudhatjátok, ez a Wondershare-nek a Filmora nevezetű szoftvere most újult meg egy teljesen új változatra. Úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy miben újabb, mint a korábbi verzió. milyen újdonságokat kapunk a 11-es filmórában. Először is kaptunk új effekteket. Effektből egyébként több száz volt már a filmórában, hogy itt látjátok, letöltve éppen 672 effekt van. Ennek én a talán a tizedét sem has, talán a tizedét sem használom ki egészen biztosan. Hát most megint megpakolták, de, de, és akkor itt van a zárójeles kisbetűs rész, ezek sajnos fizetősek, amik most belekerültek. Tehát továbbra is használható természetesen a sok ingyenes, és egyébként azok között is voltak már fizetősök, de ami újdonságként belekerült, egyébként ez a Boris FX csomag, meg a New Blue FX, ezek ilyen eléggé elterjedt effekt plugin gyűjtemények, hát most a filmórában is megjelentek, ezekért külön fizetnünk kell. Persze demóként letölthetjük őket, meg kipróbálhatjuk, hát csak hogy megvillancsam, hogy miket tudnak úgy nagyjából, mert mind a kb. 200, több mint 200 effekten nem fogunk végigmenni, ráadásul ezeknek a beállítási lehetőségeik eléggé sokrétűek, jóval több mindent tudunk beállítani, tehát ennyiben mindenképpen több, lehet, hogy találni fogsz olyan effektet, ami már egyébként megvolt itt a filmórában alapból, tehát mit tudom én valami, ide húzom ezt, valami ehhez hasonló, ezt az X-et most ne nézzétek, mert az X azért van, mert éppen ez csak egy demo változat, tehát nagyjából ezt a szárai effektust, vagy micsoda ez itt, ezt meg tudjuk csinálni amúgy a filmórába is, csak utána a beállítási lehetőségeink nem annyira számosak, mint amit itt például a Boris FX nyújt nekünk. Tehát hogy itt láthatjátok oldalt ezek a, ezek a beállításaink, itt azért hát jóval többet találunk. Sőt, ugye itt nincs is minden kinyitva. Tehát elképesztő részletességgel tudjuk a saját igényeinkhez szabni ezt az effektust. És van itt rengetegféle egyéb effektünk is. amit úgy alakítunk, ahogy akarunk a videónkra. Szóval ez az egyik újdonsága a szoftverünknek, a Boris FX 91 darab új effektusa, illetve a New Blue FX-nek 112 darab új effektusa, amit demóként letölthettek és kipróbálhattok, ha pedig tetszik akkor megvásárolhattok külön. Úgyhogy nevezhetjük csak kvázi hoztam is ajándékot, meg nem is újdonságnak, de van azért még más. Kapunk preset templéteket, amit itt a média részbe, tehát ahol behívjuk a nyersanyagainkat, kapcsolhatunk be. Nem túl sok, itt vannak preset templétek, ezek újdonságok, a többi az úgy nagyjából már megvolt korábban is. Szóval itt a preset templéteink között, el is kezdi nekem magyarázni, de igazából nincs annyira erre szükségem, találok 24 darabot, amik ilyen, hát ilyen, ilyen konzervek lényegében. Tehát itt előre már kapok egy ilyen, mondjuk egy ilyen intro, egy ilyen befeje, bejelentkező konzervet, amit így bárhová ide húzok, és aztán pedig, aztán pedig megpróbálok, valahol az elejére rendezgetni, hogy onnan induljon, ahon, ké, ahonnan kéne neki. Szóval ezek... Ez ad egy ilyen kis intrót számomra. Persze nem feltétlenül kell ezzel a nénivel szerepeltetnünk az intrónkat, hogyha itt a saját média fájljaink közül kiválasztjuk a a sajátunkat nyilvánvalóan, akkor mondjuk egy alt ide ráhúzva a nek a videósávjára már is kicserélhetjük, és akkor ugyanazzal a hanggal, ugyanazokkal az effektusokkal, ugyanazokkal az animációkkal, de hát a mi videónk lesz benne. Most ez mondjuk pont nem annyira látványos, hogy én ott szenvedek egy ilyen álványjal, de hát most egy hirtelen. És persze, ha nem akarjuk, hogy közben még dumáljak is alatta, akkor le lehet venni a mi videónknak a hangját, és akkor csak a zene fog hallatszolni, én meg mutogatok. Szóval itt a preset templétek között két tucat különböző konzervet találsz, amiben behelyettesítheted a saját szarjaidat. Ennyi a lényeg sokkal érdekesebb és számomra elképesztően hasznos megoldás az autó hangszinkronizálásnak a lehetősége, ezt is tudja már a szoftver. Ez lényegében az, hogy bár, hogyha felveszel magadnak egy nyersanyagot, mindezeket persze itt törölgetjük, tehát mondjuk itt van, itt van a videófájlunk, amit így az előbb beszúrogattam, és persze levettem a hangot, akkor ahhoz, hát jó vagy rossz esetben rögzíted a videókamerád által felvett hangját. Viszont lehet, hogy külső hangforrásból szeretsz felvenni, mint például én, itt van előttem ez a mikrofon, tehát nem a kamerámnak a hangját halljátok, vagy a kamerám által felvett hangot halljátok, hanem egy külön hangfelvételt keverek a videó alá mindig, mert sokkal jobb, hogy ide az orrom alá van dugva egy mikrofon, és nem a két méterre lévő kamerának, a mikrofonjának vagy mikrofonjára hárul ugyanez a feladat. Úgyhogy ezt a hangot viszont majd aztán szinkronba kell hoznom, amikor vágom nektek ezt a bemutató videót, azzal a képpel, amiben itt szépen mutogatok, vagy nem annyira szépen, de mutogatok. Ennek az összehozása az általában úgy szokott működni, hogy ha betöltöm ide a videófájt, akkor nyilván megvan annak az eredeti hangja is, vagy legalábbis én szeretem, hogyha megvan az eredeti hangja, mert akkor látom itt a hullámformát, tehát ez a hullámformához, ezekhez az alakzatokhoz tudom igazítani a másik felvett hanganyagomat is. Ezt ehelyett behúzom az eredetit. Tehát ez volt az eredeti hosszú videónk. Majd látjátok, ez több perces. Itt van ugye a hangja, és itt van nekem egy külön hangfelvételem. Ez pedig csak a, csak a hangja az egésznek. Hát ezt behúzzuk ide, mert itt van egy ilyen hang sávunk. Igazából Például erre nem nagyon van szükségünk. Szóval, és akkor így szoktam megkeresni, hogy hol hasonlítanak legjobban egymáshoz ezek a hegyek és völgyek, és akkor valószínűleg szinkronban vannak. Na most erre már nincsen szükségünk, ugyanis ő ezt elvégzi teljesen automatikusan, tehát elemzi az eredeti videónak a hangját, meg a külön hangsávunkat, amit egy külön euh, apparáttal vettünk fel, és az egészet szépen szinkronba hozza magától. Mindehez ki kell jelölnünk persze mind a kettőjüket, tehát az egyiket, meg Ctrl gomb nyomva, nyomva tartásával a másikat is, és akkor megjelenik ez a kis ikon, annak a lehetősége, hogy mindezt összeszinkronizálja, rá kell kattintanunk, és automatikusan ő elkezdi kiszámolgatni, hogy ezek így hogy illenek legjobban egymáshoz, vagy egyáltalán egymáshoz illenek-e, de valószínűleg fognak, mert ez ennek a hangja. Egészen stimmel, hogyha így egymás alatt fölött nézzük meg az eredeti hangot, meg a, az összeszinkronizáltat. Hatalmas nagy segítség egyébként, hogy ezt automatikusan most már meg tudjuk tenni ebben a szoftverben. Van itt nekünk egy stock média lehetőség. Ez például az én szempontomból szintén egy nagy előny, mert ugyebár a videóimban szoktam keresgetni ilyen royalty-free képeket, stb., amiket szépen lehet illusztrálni az adott mondani valót, hogyha éppen csak dumálok a videóban, és akkor mit tudom, behúzhat egy éppen fényképező valaki, vagy, vagy egy kiskutya, vagy, vagy valami olyan kép, ami éppen azt a hatást mutatja be, amiről beszélek, és most ebben a szoftverben megvan annak a lehetősége, hogy néhány ilyen oldalnál, vagy néhány ilyen, ilyen ingyenes képletöltő, meg videóletöltő oldalról itt közvetlenül töltsük le ezeket a tartalmakat. Tehát nem kell mindenképpen a weben keresgélnünk. Mondjuk úgy, hogy a plusz pluszköröket tudjuk ezzel megsporolni, mert hát amúgy nem olyan nagy dolog megnyitni külön egy böngészőt, és akkor ott a kedvenc ilyen fotó, ilyen ingyenes stock oldalainkon böngészni néhány illusztráció után. De hát mindezt most meg tudjuk tenni itt is. Van egy külön stock média gombunk itt, ahol Egyelőre háromféle, nem tudom, hogy aztán bővíteni fogják-e, de most háromféle ilyen helyszínen tudunk böngészgetni. A Giphy-ben, ahol ilyen mozgó gifeket, hogyha valakinek erre van szüksége, soha nem szoktam használni, de lehet, hogy innentől fogom. A másik kettőt viszont igen gyakran szoktam, ez a két mondhatjuk úgy, hogy kedvenc ilyen fotó gyűjtő oldalam. A Pixabay, ahonnan rengeteg jó, jobb, rosszabb minőségű képet, vagy akár videót lehet letölteni. Ahogy látjátok, többféle keresési lehetőségünk van, természetesen itt is tudunk keresni, úgyhogy ha valamilyen téma akkor érdekel, akkor csak beírod, hogy ló, lovacska, autó, vagy naplemente, és akkor olyan jellegű képeket fog, vagy videókat fog kilistázni. A másik pedig az Ansplash. Itt valamivel kevesebb a keresési lehetőségünk, de maga az alapkereső, tehát a témára, vagy kulcsszóra keresés az itt is megtalálható. A Pixabay-ben még azt is tudjuk, hogy nagyjából milyen felbontások legyenek a videók, vagy a, a fájlok, -ok, illetve, hogy milyen állású legyen például a tehát álló, vagy tájkép formátumú legyen a képünk, illetve hogy ez egy sima rajzolt animáció legyen, vagy pedig ilyen rendes videókamerával felvett filmszerű videó. Ha éppen videók között keresünk, de mondom a fotóknál az orientációra tudunk rákeresni, vagy akár például a, a szín hangulatára. Tehát hogyha mondjuk a videónkhoz kéne valami illusztrációkép, ami zöldes hangulatú, jobbára zöldes, akkor itt ki tudjuk választani, és akkor jobbára zöldes hangulatú képeket fog nekünk ide kilistázni. Fotók tízezre ide lehet, hogy százezrei, lehet, hogy keveset mondtam, közül tudunk itt böngészgetni. Ezeknek a, ezek ingyenes felhasználású fotók, tehát nem kell értük fizetnünk. Aztán nem olyan nagy dolog, de mostantól feltölthetünk a WanderShare vagyis a fejlesztőknek egy felhőtár helyére. Ha alapból fizetsz elő, vagy vásároltad meg a szoftvert, akkor hát nem egy olyan nagy tárhelyet kapsz, mindössze egy gigabyte nyit, ami így videók tekintetében nem valami nagy tárhely. Úgyhogy rövid kis videócskák, vagy esetleg az innen letöltött képek, vagy rövid néhány másodperces videóknak a tárolására esetleg elég lesz. Egyébként itt érhetjük el ezzel a kis fenti ikonnal. Itt látjátok, én abszolút nem használom, tehát nem szoktam ide semmit tölteni, már csak azért sem, mert ezt most vezették be, de valószínűleg nem is nagyon fogok. Szóval, hát igen, 1024 megabájtnyi, az körülbelül egy gigabájtnyi tárhelyünk van alapból, de hát itt az Xpend gombbal ki tudjuk ezt terjeszteni, havidíjas előfizetéssel lehet vásárolni nagyobb tárhelyet, hogyha valaki ide akar feltöltegetni mag, vagy itt akar tárolni magának videókat. Azt hiszem, hogy havi 10 dollárba kerül 20 gigabájtos tárhely, 20 dollárba kerül a 100 gigabájtnyi, és 40 dollárba per hó kerül az 1 terabájtos bérlés. Ami viszont egy tök jó dolog, és bár nem nagyon hiányoltam ebből a szoftverből, de hát most már van, úgyhogy elképzelhető, hogy fogom használni, az a speed ramping, vagyis a dinamikus sebességváltoztatás. Dinamikus sebességváltás. Hívjuk annak. Szóval a videóknak a dinamikus sebességváltása. A videóknak a sebességét azelőtt is tudtuk tudtuk befolyásolni, tehát ezzel nem volt semmi probléma, de ez mostantól akár változó, tehát finoman változó sebességgel, meg hát többféle sebességgel is lehetséges egy videón belül, tehát nem kell feltétlenül szétdarabolnunk ahhoz a videónkat, hogy különböző sebességeket állítsuk be. Tudod, amikor így hirtelen belegyorsul a videó, hirtelen belassul a videó, stb. Persze a jó lassuláshoz érdemes olyan videót választani, amit magasabb frame vettek fel, az nem biztos, hogy sikerülni fog, de de előfordulhat. Na minden esetre, hogyha például van egy ilyen videónk, ezt éppen most egy ilyen stockfotó gyűjteményből töltöttem le, ezt a bringás videót, ennyi az egész. Jön a biciklis, elhalad normál sebességgel, lett felvéve, talán 30 FPS, és akkor jön a haverja. És hogyha ennek a ö, sebességét szeretnénk változtatni, akkor azt a speed ramping -el tehetjük meg, tehát kijelöljük ezt a, ezt a videó és itt van a speed lehetőség, amiben már korábban is be tudtuk állítani, hogy ezt az egész videófájt mondjuk lelassítsa, vagy gyorsítsa. Viszont, hogyha ezt kiválasztjuk, akkor most már itt van nem csak a uniform speed, tehát az egységes sebesség, hanem a speed ramping is, ramping, mint újdonság. Van hat darab ilyen konzervünk, tehát hogyha pont ilyen sebességeket ilyen gyorsulásokat, lassulásokat akarunk beállítani, akkor ezekből is ide húzhatunk, de van customize mód, tehát teljesen egyedileg állíthatjuk be a sebességet, és itt látjátok, hogy megjelenik egy ilyen sáv, a sávon pedig különböző ilyen keyframe nem keyframe tehát ilyen kulcs helyek, ahol be tudjuk állítani a sebességet, marha egyszerűen, egyszerűen csak megfogom, és például itt lelassul a videónak a közepe. Tehát itt indul a videó, itt ér véget, és akkor a videó közepén lesz egy belassulás, vagy éppen egy begyorsulás. És mondjuk gyorsítunk itt a, az első részén, meg gyorsítunk itt a végén egy picit, és akkor lesz egy gyorsabb rész, utána lelassul a normál sebességre. Azért nem akarom belassítani, mert, mint mondtam, ez normál képkocka sebességgel lett felvéve. Tehát, ha belassítom, akkor kicsit ilyen szaggatott lesz. Úgyhogy inkább csak gyorsítunk rajta, itt nagyon begyorsítunk ilyen tízszeres sebességig, de nagyon egyszerű ezeket így húzgálni. Hogyha egy újabb ilyen jelölőt akarunk betenni, akkor csak odállítjuk ezt a, ezt a kurzort, ahová szeretnénk, látjuk közben ott az előnézetén, hogy hol tartunk a videóban, tehát mondjuk ide akarok betenni egyet, és itt van ez a plusz jelem, és már is itt van egy, és állíthatom a sebességet, akkor mondjuk itt visszalassítjuk. És az egésznek ez lett a vége. Nagyon gyorsan bejön, kicsit lelassul, jön a haver, és ő is gyorsan kiszalad a képből. Hát ennyi. És ez szép, mindez szép dinamikusan, tehát nem hirtelen vágásokkal van megoldva a sebességváltozás, hanem, hanem átmenettel. Nagyon hasznos tud ez lenni. Legalábbis hogy olyan profibb kinézetűek legyenek ezek a fajta ilyen dinamikus, akciódúsabb videók. Aztán egy újdonság még az automatikus beat sync, vagyis megpróbálja a hangfájlhoz illeszteni a videó effektusokat, meg a videóknak a vagdosását. Ez, ha jól emlékszem, akkor itt a média részben található, és itt az importnál tudjuk beállítani, hogy az autó beat sync szeretnénk használni. Az autó beat sync pedig itt be tudjuk importálni külön, tehát nem azokat, amiket már beimportáltunk, hanem külön tudjuk kiválasztani, hogy milyen videót szeretnénk ide bepakolni. Euh, Hát tegyük fel, hogy ez is az előbbi videónk lesz. Hát ami nem túl dinamikus, de hát mindegy. Itt be tudjuk állítani, hogy milyen legyen a, vagy mekkora legyen a hosszúsága az eredetihez képest, de nem csak videókat, hanem képeket is be tudunk ide passzintani. Tehát több videót akár, vagy több képet. Azután pedig itt néhány beállításunk van. A legfontosabb az az, hogy kiválasszunk valamilyen hangfájt. Szóval itt tetszőlegesen akár saját zenefájt, vagy a meglévők közül válogatva ki tudunk választani egy háttérzenét, és ennek a háttérzenének a lüktetéséhez fogja majd megvágni a fájt. Annyit tudunk még beállítani, hogy ez a beat cut, tehát ez a beatek szerinti vagdosás, ez inkább ilyen lassabb, komótosabb legyen, vagy pedig nagyon gyors, tehát hogy mennyire legyen mindez gyors. Éppen a közepes van beállítva, illetve van itt négyféle videóeffektünk, hát igen, nem túl sok beállítási lehetőség, tehát a színeket tudjuk így elnyomni, a színcsatornákat egymáshoz képest, illetve van egy ilyen glow effektünk, tehát egy ilyen kicsit ilyen elmosás, ilyen csúcsfények elmosása effekt, videó volt, tehát hogy itt szétszabdalja több kis képre, illetve blur, tehát elmosottság effektünk, és ezeknek az erősségét tudjuk itt beállítani négy lépésben talán az első lépés az az, hogy ne tegye be ezt az effektet, tehát akkor lényegében három lépésben. Tehát, hogyha szeretnék mondjuk bele egy moderáltabb RGB effektet, egy kisebb glót, videó volt talán nem, meg mondjuk egy jó erős blört, és akkor már csak annyi teendő van, hogy ide az analizálásra kattintok, és akkor ő meg kitalálja, hogy ezt hogy vagdossa össze, hogyha valakinek éppen ilyenre van szüksége. Na no, hát erről ennyit. Egyébként itt van az export timeline lehetőség, tehát hogy ezt mind behúzza a timelineba. Igen, itt van. És látjátok, hogy itt vagdosta el, tehát ahol például nincs elég beszéd, üres járatok vannak, szünetek vannak, ott azokat a részeket ki is vagdossa. Ide teszi az effekteket, mindent át tudunk állítani, tehát hogyha nagyon akarjuk, akkor le tudjuk húzni az eredeti videónak a hangját is, tehát utólag ez még szerkeszthető marad majd. Ami viszont egy hatalmas nagy újdonság, legalábbis szerintem, és marha jó, hogy ilyet beletettek, bár nem biztos, hogy a mindennapi vágási melóimhoz majd erre mindig szükség lesz, néha-néha talán, az a maszkolási lehetőség. Ugyebár azt nagyon szépen meg tudjuk ebben a szoftverben is csinálni, hogy például két darab egymás fölé helyezett videósávot nagyon szépen keverni tudunk egymással, de nem tudjuk kimaszkolni, vagyis bármilyen alakzatban kiukasztani az egyiküket, hogy az alattuk lévő ott azon a lukon keresztül látszódjon. Ez rengetegféle, a maszkolás rengetegféle kreatív lehetőséget biztosít, nem csak olyasmit, hogy mondjuk, ha van egy videónk egy mondjuk egy TV készülékről, egy TV képernyőről, akkor azt ott ki tudjuk vágni, és akkor bele tudunk tenni egy más mozgó videót. Mondjuk ez nem feltétlenül kell a maszkolási lehetőség, de akár hanem például nagyon kreatív vágásokat is létre tudunk vele, saját egyedi vágásokat is létre tudunk vele hozni. Mutatnék egy példát erre a maszkolásra, meg hogy egyáltalán, hogy hol érjük el ezt a maszkolást. Itt a Stock médiában már letöltöttem két másik videót is. Szóval azt szeretném mondjuk egy ilyen marha vágást, hogy ahogy így pörög-forog a kamera, itt elhalad az oszlopok előtt a kamera. Ezek az oszlopok szépen itt elvágják a képet, és azt szeretném, hogy a következő videó legyen ez a másik oszlopos, ami itt az oszlopok végénél csúszon kúszson be. Tehát ahogy itt az oszlopok elhaladnak, úgy jöjjön be a másik kép is. Ezt nagyon szépen meg lehet csinálni, úgy, hogyha mondjuk oda léptetem, ahol elkezd itt az oszlopnak ez a szélem, itt akarom majd, ez a széle bejönni, vagy még nem jött be az a széle, az nagyjából itt van. Szóval azt a videót, amit majd be akarok vágni, azt így ide vágom. És ha ez megvan, akkor kijelölöm a felső videót, és a felső videónál, mondjuk, hogyha duplára rákattintok, akkor, akkor igen, itt a videó részben megkaphatom a maszkolási lehetőséget itt csak basic beállítások voltak, de ahogy látjátok egész sok minden van, tehát van például motion tracking is, de ez már a korábbi verzióban megvolt, tehát hogy lekövet egy bizonyos dolgot a képen, ahogy mozog egy másik dolog, ahhoz lehet szinkronizálni. De a maszk az újdonság. Nézzük meg, hogy milyen maszkolási lehetőségek vannak. Ugyebár hát az alap alakzatok vannak, négyzetes, kör alakú, kettő darab él, változtatható, vagy mozgatható el, illetve egy darab szimpla él, hát illetve van egy szívecske, meg egy csillagocska alakzat, amit ki tud vágni maszkban. Ezeket, hogyha csak itt simán ráhúzom erre a, erre a videóra, akkor kivágja azt az alakzatot. Sajnos nincsen viszont custom lehetőségünk, tehát mi saját alakzatot ide nem tudunk rajzolni, de van import lehetőségünk, és az import lehetőségünk egy PNG-fájt vár tőlünk, tehát hogyha fekete és fehérben bármilyen saját kivágatot készítünk, akkor egy teljesen egyedülálló alakzatot is ki tudunk vágni a képből, ki tudunk maszkolni. Ez legegyszerűbben úgy megy, hogyha például itt az oszlopnak a szélén egy ilyen fura alakzatot, mint amilyen az oszlop széle, akarnék éppen kivágni, akkor van itt egy ilyen snapshot lehetőségem, ami például ebben az esetben most ezt a képkockát, ahol éppen állok a timeline-on, kivágja, tehát készít belőle egy képernyőképet. És ezt a képernyő képet itt a média, média táramban meg is találom, itt van a snapshotom és a képernyőképe, hát ami ugyanaz, mint amit az előbb láttatok állva a videóból, és ezt a snapshotomat, mondjuk, hogyha behívom a Photoshopba, akkor a Photoshopba már meg tudom csinálni ezt az alakzatot, kitöltöm az egyiket feketével, a másik részét fehérrel, és akkor a kettőjük között az alaknak a határvonala, az pontosan ilyen lesz. És aztán PNG-ként elmentve ide be tudom hívni, és lesz az egészből egy teljesen egyedi maszk lehetőség, amit itt az importnál tudok beimportálni. De hát ebben az esetben talán erre most nincsen szükségünk. Én azt szeretném, hogy az oszlopnak a másik oldalán, ahol nem annyira kacifántos az alakzat, egy ilyen sima single line átváltás legyen a két videó között. Úgyhogy egy ilyen single line-t Teszek be, simán csak rákattintok, akkor már be is tette. Tehát látjátok, középen elvágta a felső videót, és láthatóvá vált az alatta lévő videónak a fele. De én nem ezt szeretném, hanem azt szeretném, hogy, hogy egy kicsit elmozdul a videó, és itt egyet mozdult, egy képkockát, hogyha rákattintok itt a videóra, akkor át tudom ezt a vágást, vagy ezt a vonalat állítani, pontosan oda, ahol elkezdődik. De nekem pont azt kéne, hogy fordítva legyen az egész, tehát, hogy innen kezdjen bejönni ez a videó, tehát meg kell fordítanom. Szerencsére erre van lehetőségem, tehát ezt nem csak így tudom állítani, hanem például el is tudom forgatni, ezzel a, ezzel a lehetőséggel, illetve invertálni is tudom a maszkot, tehát pont az ellenkezőjére változik hogyha átkattintok, akkor ugye pont onnan kezd látszani a másik. És szépen beállítjuk ezt a videót. Hát itt még nem kezd el látszani, akkor ez az első. Ez az első fájlunk, vagy illetve képkockánk. Szépen ideállítom. Így valahogy. És hogyha itt az edre kattintok, akkor ide betesz egy kulcsképkockát, tehát hogy megjegyzi ezt a pozícióját. Látjátok, itt van a kulcsképkocka. És ö, így egy kicsit ö, tovább haladva mindig arrébb húzom, és oda betett egy másik kockát. Kicsit tovább haladunk, hoppá, nem akartam ezt elmozdítani, hanem ezt akartam, csak hát kicsit bénázok, és megint így ide húzzuk. Megint ide betette már automatikusan a kép kockát. Megint arrébb megyünk. Egy-egy képkockával, és így szépen, szépen leköveti az oszlopnak ezt a, ezt a, részét, és pont ahogy az oszlop eltávolodik, pont úgy fog bejönni a következő kép. Majd meglátjátok. De hát szerintem jó páran már sejtitik, sejtitek is, hogy mi lesz ennek a vége. Na, és akkor még, Még egy párszor ezt így megjátszuk. Akár kockánként, vagy két kép nincs ennek olyan nagyon nagy jelentősége, amúgy, hogy tökéletesen pontos legyen, de hogyha tényleg tökéletesen pontosan akarsz dolgozni, akkor akár egy kockánként is meg lehet csinálni. Hát még mindig itt van az oszlopunk széle és ennél a képkockánál már teljesen kifutott a képből, tehát teljesen látjuk a másik fájt. És idáig tartott ez az átmenetünk, látjátok, hogy minden egyes egy vagy két kockánként tettünk egy ilyen kulcsképkockát, tehát az egészen pontosan ugyanott lesz a széle a másik videónak, illetve az átmenetünknek. Tehát mozog ez a maszkunk. Tehát mozgathatjuk is közben a maszkot. Nem kell ennek csak egy fix kép kivágásnak lenni, elmozdulhat. És így egy nagyon szép átmenetet csinálunk, mivel itt már nincsen szükségünk ezek után erre a felső fájra. Ezt a felső fájt akár itt el is vághatom, és a hátsó darabkára már nincsen szükségem. Viszont ami lett mindebből, az ez. Tehát jön itt a Fordulás, és ahogy látjátok, nagyon szépen a vágásom, vagy az áttűnésem az az, hogy ahogy az oszlop elmegy, ott szépen elhúzza azt a, azt a területet, és behúzza a következő fájt, az oszlop széle. Hát nem a világ legérdekesebb vágása volt ez, de most így elsőre hirtelen ennyire telt. Szóval rengeteg lehetőségünk van, és nagyon hiányzott ez a maszkolási rész zöld háttérkivágás, már volt rengeteg alakítási lehetőség, mondom a két egymás fölötti fájnak a, a keverésére is volt lehetőség, tehát bármelyikre rámegyek itt a kompozit részben, be tudom állítani akár az összhatás módjukat, hogy keverje egymással, stb. Be tudom állítani az átlátszóságukat, stb. Transformálhatom, tehát elfordíthatom, nagyíthatom, tükrözhetem, sok mindent csinálhatok vele. A motion tracking, meg stabilizáció, lehetőség chroma key, ugye ez a zöld háttér kivágás, már mind megvoltak. Nagyon hiányzott az, hogy legyen végre egy maszkolás is és szerintem nagyon kézre sikerült ezt megcsinálni. Talán egy ilyen custom lehetőség, tehát hogy itt ebben a szoftverben tudnám alakítani a saját alakú maszkomat, az, az még elkélt volna, de hát majd talán a következő frissítésben. Ezen kívül kapott még egy instant módot is, tehát rögtön az elején a bejelentkező. Van egy ilyen bejelentkező ablak. Abban a bejelentkező ablakban tudom kiválasztani, hogy milyen fájlokat akarok behúzni, és azokból azonnal csináljon automatikusan, megint egy ilyen templét, egy ilyen konzerv, azonnal csináljon automatikusan egy egy videót. Most itt már nem a hang ö, lüktetésre fogja megcsinálni, hanem bizonyos sémák alapján ö, fog abból csinálni. Egy automatikus vágást. Időhiányosoknak szintén. Én valószínűleg ezt, ahogy eddig se használtam ilyesmi lehetőségeket, és valamilyenek azért már voltak ebben a szoftverben, így valószínűleg a jövőben sem fogok használni. De, hogyha így össze kell foglalnom, akkor számomra az automata hang a külső hangforrásnak az automata szinkronizálása, a maszkolási lehetőség, a speed ramping és társai, illetve a külső stock fotó és videó oldalaknak az elérhetősége, közvetlen elérhetősége azok hatalmasnak segítségek lesznek a 11-es filmórában. Ha valakinek esetleg megtetszett, ez nem egy reklám videó, tehát senkire nem akarom ezt rátukmálni, vannak azért hátrányai ennek a szoftvernek, nekem tetszik a gyorsasága, meg a viszonylagos egyértelműsége, és egyszerűsége, hát meg az ára. Szóval, ha valakinek tetszik, akkor vásárolja meg, elő is lehet rá fizetni, egy évves előfizetés az olyan 50 dollár környékén van, tehát ha használod, vagy pénzt is keresel ezzel a videóval valamilyen formában, akkor azt mondanám, hogy szerintem ennyit simán ki lehet termelni. Nem foglal akkora helyeket, mint a nagy videóvágó szoftverek, de szerintem egy átlagos használatra, vagy talán annál egy picit azért még többre is bőven megteszi. Van ennek ugye egy próváltozata is, ami amit én kipróbáltam a demo verzióját, de őszintén szólva annyira nem jött be, sokkal több beállítási lehetőségünk van, de valahogy, valahogy kicsit, kicsit elvesztette azt a báját, ami, ami megvan neki ezzel, a, ezzel az egyszerűséggel, ezzel a közérthetőséggel, amit, amit így a filmóra képvisel. Szóval 50 dollár egy évre, illetve azt hiszem talán ilyen 70 környékén van, hogyha ö, örökre meg akarod venni, de az azt jelenti, hogy ugye mivel nem előfizetsz rá, így a aktuális frissítéseket, ha mondjuk a 11-esről majd 12-esre frissül, akkor azt nem fogod megkapni, csak a 11-es változatot kapod meg, de azt ameddig akarod, használod, és nem kell utána évente újra fizetni érte. Szóval ennyi, nem volt olyan rövid, de szerettem volna azért így eléggé belemászósan végigmenni ezekben az, ezeken az újdonságokon. Köszönöm szépen a figyelmet nektek, remélem, hogy tetszett a videó, illetve tudtam segíteni mondjuk azoknak, akik szintén ilyen hobbisták, és nem túl drágán akarnak egy viszonylag jól működő szoftvert maguknak, hogy milyen lehetőségeik vannak például az új változatban. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, like ha meg nem, akkor egy diszlájkot, illetve hát iratkozzatok fel a csatornámra, blablabla, bla, bla, tudjátok, hogy mit szoktak ilyenkor mondani, meg mit szoktam én ilyenkor mondani, meg még azt szoktam mondani ilyenkor, hogy nagy-nagy köszönetem mindenkinek, aki a Patreonon támogatja ezt a csatornát, és akinek a neve itt olvasható mellettem. Szép fényeket nektek! Sziasztok!